Méltó kiállítással emlékszik meg a kultikus Gemenci nagydíjról és annak 50 évéről a Szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum. A Gemenci nagydíj történetét mutatja be ez az időszaki kiállítás, azt, hogy hogyan született ez a nagydíj, hogyan jött a gondolat, hogyan hozták létre, kik voltak az alapítók, és a legendás bajnokoknak is emléket állít ez a kiállítás. A szekszárdi versenyzők relikviái mind kikerültek a kiállításban. A kerékpártörténeti kiállítás, vagy kerékpártörténeti részben a Közlekedési Múzeumtól kölcsönzött régi kerékpárok mutatják, hogy hogyan fejlődött a kerékpár története, hogyan alakult ki ez a közlekedési és sporteszköz. A Gemenci nagydíj kiállításáról szóló részben pedig a sportolók, a bajnokoknak a relikviái, például egy-egy kerékpáros cipő, egy-egy mez, pólók, serlegek, a bajnokok serlegei, érmei kerültek kiállításra, és a kiállítás végső szakaszában pedig a támogatók, a szervezők tárgyai jelennek meg. Egy ilyen kisváros, mint Szekszárd történetében egy 50 éves időintervallum egy jelentős dolog. Jelentős az, hogy egy sportesemény életben tudott maradni a nehézségek ellenére, mert voltak nehezebb időszakok, de mégis életben maradt, mert a szekszárdi közönség szeretettel éltette ezt a versenyt, és azért gondoltuk úgy, hogy megérdemel egy ilyen kiállítást, megérdemel egy megemlékezést. A tárlaton bemutatott tárgyak, dokumentumok és fényképek jelentős része Szabó Kovács János tulajdonát képzik, aki az elmúlt évtizedek során kitartóan gyűjtötte a Gemenci nagydíj relikviáit, hogy méltó módon megőrizhesse azokat az utókornak. Általános iskolában volt egy tanítóm, aki azt mondta, hogy gyerekek, ha életetekbe valamit nekeálltok és dolgoztok, ha olyan kerül látókörötökbe, akkor olyat alkossatok, ami megmutatható lesz a jövő nemzedékének is. Ez adta nekem ezt az apropót, ugye a Gemenci nagydíj kezdetekor, 1975-ben. Az ötletgazda a most megvalósult kiállítást élet egyik legnagyobb sportsikereként könyveli el. Körülbelül 7 éves gyermek lehettem, Szekszárd város utcája még macskaköves, domború útfelületek voltak, és Szekszárdon a Széchenyi utcában a posta elől indult mindig a kerékpár verseny. És hát akkor egy kerékpár versenyzőt, egy kerékpár, versenykerékpár az úgy csábította az embert, és ez volt az első olyan dolog, amikor úgy eldöntöttem, hogy én is szeretnék egyszer kerékpáros lenni. Az első alkalommal, ugye Spartakiákként indult ez a verseny, és akkor második évben ugye a megalkotói, név szerint szeretném megemlíteni őket, Pálinkás István, a Spartakus Sportkör elnöke, Brodics Béla, az országos Spartakus sportkörnek a vezetője, Petics József, még ma is élő, és Náder Konrád, aki remélem mai napon is találkozunk velük. Majd 1990-ben, amikor az állam kivonult a sport események támogatásából, akkor teljes egészében a társammal, aki már sajnos nem lehet itt köztünk, a Rató Vilmossal álltunk neki, és azt mondtuk, hogy ez a verseny nem múlhat el, és hát a marketing munkát és az egyéb olyan munkát, ami aztán a fesztivál jellegét is kidomborította, vettem át. A kiállítás megnyitón köszöntőt mondott Ódor János Gábor igazgató. Ez a tárlat egy 50 esztendős és Szekszárd közéletét is erőteljesen meghatározó sport eseményének próbál emléket állítani. Minden bizonnyal sokan tudják, hogy 50. alkalommal kerül megrendezésre, most július 12-13-án a Gemenc nagydíj, és hát ez az 50 évhez kötelez nem csak a szervezőket, hanem Szekszárd múltjával foglalkozó intézményeket is. Berlinger Attila Szekszárd újonnan megválasztott polgármestere is kiemelte, hogy a verseny történelmi jelentőségű a helyi sportéletben.
Nagyon sok emlék fűz engem is kisgyermek koromtól ehhez a versenyhez. Annak idején még hölgyészi kisgyermekként én azt gondolom, ez volt a nyárfű eseménye, az a kritérium verseny, ami áthaladt a 70-es évektől kezdve Tolna megye számos településén, a számunkra gyerekeknek és az ott lévő közönségnek is egy óriási eseményt jelentett. Ahogy jöttek a porfelhő lovagok és elképesztő sebességgel szelték a főutcát. Petrich József is a verseny alapítói közé tartozik, csak jó emlékekkel gondol vissza a kezdetekre. Hát az első időszakban, az első egy-két évben, akkor a tapasztalatok gyűjtése miatt szinte állandóan úton voltunk a versenyzőkkel is, meg az edző kollégákkal, hogy fölmérjük a nemzetközi mezőnyt, hogy mi, hogy, mint tehát Csehszlovákiába, Romániába, Bulgáriába, Ausztriába, Jugoszláviába, tehát állandóan figyeltük, hogy tehát a protokollális részre is, meg a szakmai részre is ugye igyekeztünk odafigyelni. Ízlőstekker Zsolt kerékpáros pályafutása is Szekszárdról indult, azóta már az Epronex csapatát erősíti. Gyerekként emlékszem még, amikor a lámpafényes kritérium versenyre ki kellett menni egy bő fél órával előtte, mert foglalni kellett a helyet, hogy legyen a nézőtéren látni való, meg hogy lehessen látni az ember a versenyzőket. És így, ahogy a gyerekként az így megfogott, akkor így szeretném látni, hogy régen milyen kupákat, vagy esetleg mezeket lehetett viselni.